Az utolsó simításokat folytatták csütörtökön az ideiglenes védműveken a Dunakanyarban, ahol pénteken éjjel vagy szombat reggel tetőzhet a megáradt Duna, de sok kertet már el is öntött. Krejsz Tamás a házafalán mutatta nekünk, meddig ért a víz az előző nagy árvíz idején. A 2013-as tapasztalatok alapján kezdtük el a gát alapját csinálni, családilag, hétfő este, és utána kedden jött egy csapat gyerek az U17-es válogatott itt Dunabogdányból, köszönjük nekik a segítségüket, és velük aztán készre húztuk, mondom, arra a magasságra, ami 2013-ban volt. A Duna mentén mindenütt katonák, tűzoltók és önkéntesek töltötték és pakolták a homokzsákokat. A probléma ott van, 2013-ban viszonylag rövid volt a levonulása a hullámnak. Most, ha hosszabb, akkor átáznak a töltések, átázik a homok, ha valahol esetleg beindul a buzgár, akkor azt megfogni, az nem egy egyszerű dolog. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője, Siklós Gabriella arról beszélt az Euronews-nak, hogy bár minden a terv szerint látszik haladni, a nyugalom, csalóka és az árvíz neheze még csak ezután érkezik. Az elmúlt két éjszaka voltak, vízügyi szaknyelven szólva, fogtak meg buzgárokat, fogtak el buzgárokat, illetve fakadóvizek, csurgások, ahol kell ezt lefóliázzák, megerősítik a töltést. Budapesten a rakpartokat már ellepte a víz, a hangulat azonban a fővárosban is inkább derűs, mint feszült volt. A Duna Budapesten szombaton tetőzik a korábban vártnál 10-20 cm-rel alacsonyabban. A Dunakanyartól a fővárosig nyugodt készenlétet tapasztaltunk, de a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a védekezés hosszú ideig tarthat. Tanács Gábor, Euronews, Budapest.